Jókedvel, zenével és incsiklandó illatokkal telt meg a Szabadidőpark kedden, hiszen ezt a helyszínt választották a hivatali dolgozók erre a kötetlen, jókedvű csapatépítő napra. A jól sikerült megyei sportnap adta az ötletet, hogy ismét összefogjanak a város köz- és kormánytisztviselői. Nagy örömömre szolgált jegyző úr meghívása, hogy ünnepeljünk együtt ezen a napon, hiszen néhány héttel ezelőtt egy sportnapot nagyon eredményesen együtt bonyolítottunk le, és úgy gondoltuk, hogy hiszen mindannyian ugyanazt a közösséget szolgáljuk, ugyanúgy az állam szolgái vagyunk, és talán jól tesszük azt, hogyha erősítjük a kapcsolatrendszereinket, hisz munkakapcsolatban is állunk egymással, és így egy kötetlen napot együtt el tudunk tölteni. A jó hangulathoz nagyban hozzájárult a Harangozó Péter sportigazgató által koordinált játékos sportverseny. 6 darab 6-fős csapatot alakítottunk ki, tehát 36 fő versenget, különböző játékos vetélkedőkkel, úgy, mint például labdapattogtatás, ugye a futball révén futballozás, tehát labdavezetés lábbal, akkor striptease, ahol egy futballmeszt kellett lefölvenni és úgy futni, nagyon érdekes volt, és még sorolhatnám a számtalan feladatot. Én azt gondolom, hogy mindenki nagyon jól érezte magát, és mindenki csak nyert ezzel a sportversennyel. A játék mellett a gasztronómia kapta a főszerepet ezen a napon, hiszen a már előre elkészített saláták és sütemények mellé grilllapon és tárcsán készült frissen sülteket készítettek a gyakorlott szakácsok. Sült csirke, combot és szárnyat sütnek, Kelemen Pál földhivatalvezető, Aszódi János földhivatali osztályvezető és két törzshivatali szociális ügyintéző részvételével. Az étlapon a polgármesteri hivatalnál is megtalálható volt a csirke, emellett azonban egyéb különlegességeket is készített a kinevezett főszakács Rigó László. Zöldséget grillezünk vaslapon, tarját sütünk, császárszalonnát sütünk, és desszertként pedig kemencében sült kalácsot, amelyet a múzeum igazgatója, Kispáné dr. Lucza Ilona bocsátott a rendelkezésünkre. A szervezők a jól sikerült napból szeretnének hagyományt teremteni, hogy minden év július 1-e, a köztisztviselők és kormánytisztviselők napja hasonlóan jó hangulatban teljen.